Sziasztok, rapszódiások! Egy rövid és fontos bejelentkezést eszközöltem meg most, mert azt tapasztalom, hogy sajnos valaki szeretne dolgozni, főleg külföldön, akkor nem tudja, hogy mi a módja annak, és próbálom, és próbáljuk többszörösen elmondani, hogy mi a menete. Az egyik legfontosabb, a legelső lépés. A legelső lépés az, hogy valamilyen módon elmondom, hogy mit tudok, mihez értek, mit szeretnék csinálni. Ezt egy önéletrajzzal tudom megoldani, ami azt jelenti, hogy meg kell írni, lehetőleg idegen nyelven egy önéletrajzot, és azzal jelentkezni nálunk. Nagyon sok olyan e-mailt kapunk, hogy ez és ez az állás érdekel, szeretnék menni dolgozni. Oké, ez nagyon jó, hogy akar valaki valamit csinálni, szeretne dolgozni, de az nagyon fontos, hogy mi is tudjuk, hogy mit szeretne csinálni, hol szeretné csinálni, és hogyan szeretné csinálni. Többek között beszélek-e idegen nyelvet? Értek, van-e valami szakmám, van-e valami tapasztalatom, hol dolgoztam ezelőtt, mit csináltam? Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy miket csináltál, és mihez értesz. Tehát az első, legfontosabb dolog, és kérünk szépen benneteket, hogy addig, ameddig ezt az önéletrajzot nem csináljátok meg, addig ne is gyertek azzal, hogy érdekel az állás. Igen, nem tudjuk, hogy milyen állást ajánlunk, többféle állás van, és elkezdünk beszélni valamilyen, mondjuk egy hotelmenedzseri állásról, és a végén kiderül, hogy semmilyen vendéglátó szállodai tapasztalatod nincsen, semmilyen nyelvet nem beszélsz, nem nagyon értesz hozzá, tehát fölöslegesen raboljuk egymás idejét. Azért, hogyha látjuk, hogy mihez értesz, olyan állást és olyan információkat fogunk adni. Tehát azt, hogy mit tudsz, mihez értesz, nekünk először tudni kell ahhoz, hogy állást tudjunk ajánlani. A YouTube csatornánkon, YouTube Duna Rapszódia, van egy olyan videó, egy 20-valahány perces videó, szánjátok rá az időtöket, amiben arról van szó, hogy miért fontos az önéletrajz, és hogy kell önéletrajzot írni. Vannak linkek is. Az nem kifogás, ugye nekem nincsen számítógépem, mindenkinek van mobiltelefonja, általában okos mobiltelefonja, mindenkinek van internete, vagy majdnem mindenkinek van internete, de be lehet menni egy wifi-s internet kávézóba, és ingyen lehet internetezni. Rákattintotok azokra a linkekre, amelyik szimpatikus, meg lehet csinálni 2 perc alatt egy önéletrajzot idegen nyelven, beszelfizitek a fotótokat, PDF-et generál, és rögtön lehet föltölteni a honlapunkra, www.dunarapszódia.hu-ra. Tehát még egyszer nagyon szépen kérek mindenkit, hogy amikor érdeklődik valami iránt, az első dolog legyen az, hogy elküldtem, regisztráltam a honlapotokon az idegen nyelvű önéletrajzommal, és érdekel az állást. Köszönöm szépen, és várjuk az önéletrajzokat. Sziasztok!